visszakiöklözi, és ebből fordulat az Újpest, 4 ferencvárosi védő és 3 újpesti támadó, Szuics mutatja, hogy hova kéri, Bárditól kapja, de a Fradi most már visszazár, 1-1-ben kell Szuicsnak megoldania, vagy várnia, hogy érkezzenek a többiek. Bárdi! Nagy esőzések miatt ideális semmiképpen. Bárdi visszaveszi, a fiatal játékos, és utána középen 9 cm magas Enis Bárdi, aki a támadó középpályás. Hát jó lenne, hogyha nem fél évre, egy évre érkezné ide Újpestre. Most ezt nem NBA színvonal szempontjából mondom, hogy jó lenne. Mint hogy az is jó lenne, hogyha a belga Lamach minél előbb fölépülne. És visszajes a középre tett labda. Gilamer elveszíti a kezdeti lendületet. Szuics, Bárdi a büntető területen belül. Kell állítani az újpestieket, mármint hogyha rá akarnak játszani a büntető területen belül a belépőkre. Szuics a labdával visszakapja. Aj, de nagy meglátás! Bárdi, Dibusz vér! Bárdi. Bárdi irányába, most megmoshatta a Fradi játékosainak fejét az öltözőbe. Hát lassan azért figyelni kell a zöld-fehér játékosoknak, figyelniük kell. Bárdi előtte marad. Ó, mit csinál? Bárdi még mindig ragad, topat hozzá a labda, kiteszi a balon, és aztán egy sarkadásos megoldás, és pedig szabálytalankodott Szomália. Bárdi az, ráteszi a vállára a kezét, és ennyi Bárdinak, és utána most már az újpestiek fordulhatnak. Nagy Gábor indult el, és tette keresztbe, lehet, hogy lövés lesz belőle. Végülis Bárdi kiteszi a bolyra. Balog. Jól veszi észre, hogy Bárdi indul. Bárdi lekezeli, mellé megy a lövés. Ez a 19 éves fiú. Bárdi eléri, elcsípi a vonal előtt, megcsinálja a visszacsel, még egyet, Bárdi, elején. Az jó lehet, bizony, gyönyörű labda! Jöhet a beadás forrótól, az érkező! Akkor a legutóbbi hárman nem tudott nyerni. Simon Gudas, úgyhogy igazi védőmunka. De már Bárdi a labdával, Bárdi! Simon! Bárdi, megtartja, Bárdi! Jakodics vele szemben, Bárdi, Szuljics, Csizmadia rabezeti lálabdát, Szuljics, és róla meg kell így, illetve a felező vonalig visszamenni. Kosovics, jól játsza meg a labdát, Bárdi, Nego, Szuljics felé ér. Nagy kedvel,
gólját követően. Enis Bárdi beadása, Ojónak magas, aztán majdnem visszapad felé küldték a labdát, forró mentett. Bárdi felfejeli magának, majd a levegőben megveri Csizmadiát is. Perovic jól hagyta Bárdinak. A fél idő második felére kimocsónak. Bárdi lövés. És mellé. És kivártam még egy percig, mert Szűcs Lajos szerintem a zenén azt hiszi, hogy ez jobban mellé megy majd. És aztán követte csak le a labdát, és látta meg, hogy nem volt ez olyan sok átadások volt, és korrigáljuk azzal, hogy hány ilyen passzok volt az ellenfél térfelén, tehát amiben benne volt a támadás építés, én azt hiszem, hogy elkésérülten alacsony számot kapunk majd. Mire figyelnie kellett. Perovic. Bárdi. Közelebb engedik. Meghúzza még a bal lába felé, de nem az igazán a labda. Völgyi. Popin felé. Popin az egyik leg. Völgyi ezúttal már a szöglettel. És most a gyorsabban spriccelnek ki az újpestiek, már pedig gyorsabban jönnek ott az egész térfél. Nem segítséget nyújtani, ez az 50 millió forint egy évben, ez a maximum, amivel be tudnak szállni. Stanisavjevic. Vissza is tudta még. A Puskás Akadémia. Szújics, az jó beadás. Fodor emelkedett a legjobban, és aztán Bárdi mit csinál? Fejével középre, Fogacsics! Bárdi! Bárdi távolról, Fogacsics! Ott a kipattanó még! Valóbb ki oldalra, Bárdi! Bárdi húz befelé, már volt egy ilyen veszélyes lövése, most nem vállalja el, inkább kiteszi Molnak. Élesen középre valahol belül. Találkozóból Szújics. Szújics kérné vissza a labdát. Ott van még, meg is kapja. Szújics helyzetben kapufa, a kipattanó gól! A 91. percben a cserekét beálló Bárdi révén egyenlít az Újpest. Nem tudta kihúzni a Puskás Akadémia, és csak úgy, mint az első fél időben, de a hosszabbításban. Megint csak Szújicsot lehet dicsérni. Kellően erőszakos volt, visszakapta a labdát Tóth Pétertől. Rúgta az ellenfélbe. Andrics lőheti rá, remek lövés volt. Ment a jobb sarok irányába a labda, nagy vetődött, de végül megkerülte a kaput. Befelé csapódik, sarokra is tart. Jó kis próbálkozás volt. Hopp, megcsúszott, fölpattant, meg tudta tartani Szulics. Andrics, Bárdi. Jól jön középe, és Litauszki fejeli meg. Szulics. Bárdi. Még mindig. Jól megcsinálta a lehetőséget, de rosszul lőtte végül. Nem okoz problémát. Majd pedig jön Bárdi, aki egy nagyon szép szólót mutat be, csak nincs kinek passzolnia. Musics ezt is megoldotta. A közelében nincsen. Nagyon rosszul helyezkednek most a debreceniek. Bárdi, rálőheti Bárdi, Verpec védett. Bárdi, nagyon jó lövés, és egy káprázatos rados védés. Ez szépen oda tekerte a kapu jobb oldala felé. Inkább csak fölívelés lesz ebből szerintem. Bárdi ellövi, és nem is ment sokkal mellé, akkor mégsem fölívelés. Hegedűs mondjuk rajta volt a lövésen, ez is igaz, hozzátartozik a történethez. De Diány visszakínálja lövésre, Szankovics át a másik oldalra, jön a beadás, Diány gól helyzetben, gól! A kapufáról pattant be a labda, 2-0 az Újpestnek, rögtön a második fél idő elején, Diány a második gólját szerzi. Hamarabb odaérni a debreceni kapu elé. Nagyobb sebességbe kell kapcsolni, ez egyértelmű, az, amit eddig produkált. A vendég együttes az gyenge, ez viszont az egy elérheti Bódi, most a passz, egy lövőhelyzet, Tisza ballávára és belelépnek. Jön az újabb próbálkozás, ez sem rossz, Harris ott pattog.
Denis Bárdi úgy lépked a labda mögül el, mintha ellőné 38-40 méterről. Bárdi el is lövi. Ó, de nagy gól! Honnan? 1-2. Denis Bárdi második gólja a szezonban. Egy szédületes találattal szépít az Újpest. Molnár Péternek meggyűlik a baj ezekkel a távoli labdákkal, mert idén a második gólját kapja a határon túlról. Későn emeli a kezét, és a lécről pattan a kapuba a labda. Innen látjuk igazán, hogy kacsászik a levegőben, és hiába jön pont oda, ahol Molnár áll, mégsem tud védeni a kapus.